Jó, mindenkinek, sziasztok srácok, üdvözöllek benneteket. Itt újra Matthew Channel beszél, nem véletlen. És itt lennék nektek a következő Obszi 2 videósorozat következő epizódjával, ami szám szerint már a 25. epizódja lesz. Hát nem is tudom, hogy ennyire el tudtunk-e jutni a harmadik évaddal is. Viszont a maiban igen érdekes gyermeket fogok nektek bemutatni. Mint hogy ezt a képen is láthatjátok, hogy nem véletlenül van ki, hogy Hello Szeged. Mert hogy bizony életemben először vagy már nem életemben először, hanem ez már a második ilyen jármű, ami földgázos, tehát hogy ugyanúgy földgázzal működik. És ez pedig nem más, mint a Bonn Lion City CNG 12, jól tudom. Erre igazából ezt a járművet igazából csak ritkán látom itt a belvárosban. Tehát a belvárosban szolid jármű. Ja. Nagyon-nagyon szolid. És ha kíváncsi vagytok, akkor tartsatok velem is. Az intro után kezdünk. De legutolsó az szerintem ugyanilyen volt, viszont azt nem tudom, de ki Thank you.
Nem tudom, hogy ezt a kameraszöget hogy gondoltad. Hogy gondoltad ide a motorba. A Passion for Moss. Passion for Moss. Akkor ez ilyen német ülés, nem tudom, mert a németek azok ilyenek. Azok ilyenek. Na, ez rohagyja meg, ez nem jó. Ez a kameraszög. Na, egy ilyen. Látjátok? Na, itt például ez a vészkiállatos ablak. Ablak itt. Na, egy ilyen kell. Ilyen került volna a, azt hiszem a, ide belőle, tehát a citaróhoz, konnektorhoz, tehát a konnektorhoz, meg a, meg talán azt hiszem a szolnodészhoz, de azt mondom körülbelül így, ez például ez a sötétítés, ez megvan. De jó, ez a monitor, ez nem jött. Ez nem jött van. Köszönjük a kiállítókat. Ezt! A kijelző, ez tökéletes. Valami képet azért raktál vele. Wow. Amúgy várjál már, a Scania Citywide-ban Citywide-ban ugyanilyen az ülés. Az. Ez lehajtható ülés, ahogy meg megy. Az komoly. Nagyon jó. Na nézzük akkor a vezetői állást. Aha! Hát gondolom itt már az újabb Mancon kormány van benne. Gondolom ezek a kijelző, ez az ajtó kijelző, hogy jön konkrétan, mit jelz ki az ajtó. Az ülés az egész nap ofásolva megcsinálva. Ezt kell mondjam. Na, hogy dolgoztál? Meg a kormányállítás. Hát figyelj, ne bohockodjál. Ezt nézzétek, azt tudom. Tehát így föl lehet emelni, és így. Jó, ez így visszakapcsoljuk, oké. És egy ugye az is érzékelhető, hogy így nem mozog, tehát strapabíró. Jól van. Na, akkor látom, hogy csak gáz van, meg fék. Nézzük akkor egy
kérdés, hogy mi kell, hogy ez a kicsim benne. Ez micsoda? Aha. Aha. Tehát ez... Azt a gyerekek, ez biztos. Thank you.
kettő.
Gas, of course.